Szeretettel köszöntök mindenkit! Közeg az iskolák, a műemlékek városa, amely napjainkban a szemünk láttára újul meg. A város földrajzi helyzete, egységes épített öröksége, páratlan történelmi és polgári hagyományai, illetve iskolavárosi múltja alkalmassá teszik arra, hogy új típusú tudás központtá váljon. Közegen az intézet, a város és lakossága, valamint a Pannon Egyetem együttműködése révén a történelmi örökség romos épületei fokozatosan újjáépülnek, tudományos, kulturális emlékei újjászületnek. A Felsőfokú Tanulmányok Intézete az elmúlt 4 évben a fenntartható társadalom regionális, nemzeti, nemzetközi szinten is meghatározó kutatásfejlesztési intézményé vált. Egyik fő törekvése az egyéni és helyi közösségi identitás vizsgálata és megerősítése, ennek szerves része a kulturális örökség 21. századi életrekeltése és ápolása. A helyi identitást megerősítő kutatási programjaink, az egyes épületek és lakóik sorsa, a közösségek kapcsolatai, az egykori városi életmód és a helyi identitás képző tényezők feltárására fókuszálnak. Ennek eszközei a politika és társadalom történet, a zene, az irodalom és az építészet tanulmányozása. A Nyitott Kapuk program ma délután ebbe enged betekintést majd. A Kraft, mint látni fogjuk, több mint műemlékek felújítása, a Kraft városok, városegyüttesek, a regionális környezetük integrált fejlődési tendenciáit, hálózatosodásukat, fontosabb szereplőik együttműködési készségét, kreatív képességét jelző összehasonlításra alkalmas modell. A Kraft, kreatív város fenntartható vidék olyan program, módszertan és projektek összessége, amely feltételezi, hogy a kis- és középvárosok együttműködése lehetséges, sőt elengedhetetlen. Ez az együttműködés akkor életképes és eredményes, ha a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok terén egyformán sikeres. Ez ma még nem természetes Magyarországon. Ritka kivételtől eltekintve, inkább a versengés a másik legyőzésére fókuszálunk. A mentalitás megváltoztatása elméletben egyszerű, de a gyakorlatban átültetni sokkal nehezebb és időigényesebb, mint gondolnánk. Közeg után a Pannon régió jó induló kísérleti terepnek bizonyult, hiszen földrajzi elhelyezkedését, település szerkezetét, kulturális identitását, népességmegtartó erejét tekintve hasonló problémákkal néz szembe. Ezt felismerve hozták létre a Pannon Városok Szövetségét, azok a városok, ahol jelen van a Pannon Egyetem. A szövetség munkáját az intézet koordinálja és segíti. A Kraft alapgondolatának megfelelően az önkormányzatok, az egyetem, valamint a vállalati szféra együttműködése nyomán a városok erősségeire építő, a közös problémák megoldására fókuszáló gondolkodást és cselekvés révén egy mintaértékű légia jöhet létre. A munka tehát folyik, vannak eredményeink. Mint ahogy már elhangzott, együttműködtünk Veszprém városával az Európa Kulturális Főváros pályázati koncepció kialakításában, és a megvalósításban stratégiai partnerként segítjük a munkát. A City University of New York-kal közös kutatásban dolgoztuk ki a körkörös, körforgásos gazdaság lehetőségeit egy fenntarthatóbb közeg példáján. Megkezdődött a Kraft régiófejlesztési modell európai elterjesztése, 8 külföldi partner bevonásával rövidesen indul a Kőszegen elkezdett, majd veszprémi és nagykanizsai mérésekkel további pilot programok nemzetközi tesztelése. A városainkat körülvevő vidék fejlesztése és kutató munkánk fókuszában áll. Egy nemzetközi konzorcium tagjaként az Agrárminisztériummal együttműködve egy mezőgazdasági környezeti politikák végrehajtását célzó döntéstámogatási rendszer kialakításán dolgozunk. Az olyan fejlesztési projektjeink, mint például az Environmind nevű környezetmenedzsment rendszer, az ország Kraft szempontú adatainak az elemzése, vagy egészségtudományi elemzések, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy egy komplex, emberközpontú, a társadalmi felelősségvállalást támogató és a fenntarthatóságot szolgáló programja jön létre. Így módon a Kraft regionális fejlesztések széles körében alkalmazható, több szempontú, döntéstámogató eszközé válhat. Ez az 5. Kraft konferencia, ma és holnap az eredményekről beszélünk, de valójában a jövőt igyekszünk magunk elé vetíteni. Jók az alapok, mert azt látjuk, hogy a siker egy része fizikailag megfogható, más része munkatársaink, partnereink elhivatottságán, és másik része pedig elméleti és tudományos munka eredményén múlik. Összegezve együtt jelentős energiákat tudunk felszabadítani. Tehát a Kraft bennünk van. Köszönöm a figyelmet.